egymás terét hordozva, és itt látunk rá arra, hogy mennyire fontos, hogy vannak szegény emberek is, vannak olyan éhező emberek is, akiknek örömet tudunk szerezni. Kárpátalján a rendszerváltást követő években a református gyülekezetek megerősödésével egy időben sorra alakultak meg nőszövetségi közösségek, ahol a diakónia szellemében közösen szerettek volna tenni egymásért és a közösségért. Az egyik ilyen nőszövetség a Rafajnaújfalui is, ahol a mai napig élő a közösség, s heti rendszerességgel gyűlnek össze azért, hogy közösen készítsenek csigatésztát, amivel ellátják a helyi rászorulókat, valamint rendszeresen adományoznak más református egységeknek, így a beregszászi Mandulafa református idősek otthonának is. Ezt az alázatos munkát köszönte meg a napokban Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főjegyzője, aki a köszönetnyilvánító emléklap mellett egy csomagot is átadott a nőszövetségi tagoknak. Először is nagyon fontos a diakóni szolgálat minden gyülekezetben, ami azt jelenti, hogy a református egyház élet és munkája diakónián keresztül kézzelfoghatóan érződik, hogy van egymás iránti szeretet. Én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy ugye létrejött itt is Rafajnán ez a kis nőszövetség. Mivel, hogy Bucsúban kezdődött a nőszövetség először is a kis körbe, még a 90 éves év elején, úgymondva, és végül sajnos azt kell mondjam, hogy kiöregedtek, és egyetlen egy nénikénk van még, aki az is már bekerült az öregek otthonába, ő is már 80 éves, és bizony automatikusan Isten úgy rendelte, Isten gondoskodott felettünk, hogy mégis nem maradjon el ez a munka, hát tovább is nagyon szükség van a segítségre, nagyon nagy szükség van kimondottan a levestészta készítésében, és hogy ezzel tudnak hozzájárulni a nőszövetség testvéreink, a rafajnasi nő testvérek. Én ezért nagyon hálás vagyok a Jóistennek, és ez nagyon fontos, hogy így ezen a munkán keresztül érződik az egymás iránti szeretet, és itt érződik az is, hogy mint ahogy meg is van írva a Bibliában, hogy egymás terét hordozzátok, úgy töltsük be Krisztus törvényét, és ők is ennek az ige alapján igyekeznek segítséget nyújtani. Mint említettük, a nőszövetség Rafajnaújfalun is az ébredés időszakában indult el. Új, máig tartó lendületet viszont 2007 után kapott, amikor is a nőszövetség oszlopos tagja Demeter Jolán családi házuk tüzeset utáni újjáépítését követően megfogadta, hogy családjával visszaadja mindazt a jót, amit az egyháztól kaptak a legnehezebb időkben is. Volt, amikor lakás nélkül maradtunk, nem volt hol laknunk, szinte semmink nem maradt, és mi is azt tapasztaltuk, hogy az Istennek a szeretete, az ő kegyelme által állított mellénk olyan embereket, akik siettek a segítségünkre. Megértük azt a pillanatot, hogy haza tudjunk költözni a saját lakásunkba, mert addig bátyáméknál laktam családommal együtt, akkor mi együtt a család eldöntöttük, hogy ez a ház nem a miénk, hanem ez az Úr Jézus háza, amiben mi, mint lakók vagyunk, és mi megfogadtuk, hogy ameddig az Úr megengedi, megőriz bennünket az ő kegyelméből és az ő segítségével, mi az Urat fogjuk szolgálni. Rafajnaújfalu bár egy kicsi és mások számára eldugottnak tűnő település, viszont a közösség nagyon is élő, és hála a mindenhatónak, a diakónia is kézzel fogható, vélekedett Barta Ferenc helyi református lelkész. 15 amikor ide érkeztem, egy templomnyi ember úgy várt haza, mint akik hazavárnak, úgyhogy még soha nem voltam erre, és azon az erdő közt jöttünk, hogy valamikor odaérünk-e már, mert nem tudtuk, mi vár itt. Nagyon nagy szeretettel fogadtak, és vártak ránk, és azóta is tart. És nagyon összetartó közösséget ismertünk meg, aki mindig igyekezett segíteni. Tehát nem volt olyan, hogy valakinek valamilyen nehézsége lett volna, akkor az egész közösség ne állt volna mellé. Aztán nagyon nehezen éltük meg a bezártság idejét a Covid alatt, és annyira vártunk azt, amikor újra együtt lehetünk. És akkor megszületett a vágy az asszony testvérekben, aztán megjött a szükség, amikor megjött a háború, jöttek, menekültek, és kerestük, hogy a lehetőséget hogy tudnánk segíteni egy tányér étellel. Akkor itt elindult először a falun belül, aztán, hogy a gyülekezetünk gondolka a diakóniának munkatársa, ott jött az ötletnek a folytatása, mert eddig is készítettek szárított gombát, tésztát, mikor, mit, csak ilyen rendszertelenül. Most pedig kitalálták az asszony testvérekben, megszületett a vágy,
elkészült a hely hozzá, hogy hol lehet, és akkor így minden hétfőn, vasárnap az istentisztelet után megállnak, megbeszéljük, hogy hétfőn 9 órakor találkozunk, és egy imádsággal, egy áhítattal elkezdve, egy délig, egyig, amíg a tészta, amíg a tojás tart, addig itt vannak együtt, és szeretettel készítik és küldik be, ahol tudnak, segítenek vele. Tényleg egy ilyen 12 fős csapat, egymást támogatva, egymást szeretve folytatja a munkáját. A látogatás végén a diakóniai osztály vezetője kiemelte, hogy több hasonló közösségre lenne szükség Kárpátalján, annak érdekében, hogy még könnyebben lehessen egymás terheit hordozni ezekben az énséges és nehéz időkben.